Sziasztok, mivel az elmúlt 3 napban pihinapos voltam, volt egy ilyen ötletem, hogy az elmúlt időszakban nem sikerült annyira összeszedett videókat csinálnom, mi lenne, ha most csinálnék egy összeszedett videót? Hát közöm, hogy nem sikerült, nem baj. Voltunk is a városban, meg nem is voltunk a városban, pihinapon dolgoztunk is, meg nem is. Úgyhogy ezt úgy nézzétek, hogy ez 3 napnak az összevisszasága. Úgyhogy ha nem lesz összefüggés benne, előre is bocsi. A szándék meg volt. Na, még mielőtt elindul a mai vlog, meg szeretném mutatni nektek a gamer setupot, ezt a kis újdonságot, hogy most mi van itt. Úgyhogy nézzük is. Itt a régi monitor, amit már ismertek. Ez a ViewSonic-nak, vagy egy ViewSonic-nak a Full HD LED monitora. Ez imádom, tehát ez egy nagyon jó monitor. És ott az új szerzemény, a kis gépecske. Ez egy ilyetes processzorral felszerelt, és egy Nvidia GeForce 940 MX-el rendelkező, és 8 GB DDR4-es RAM-mal rendelkező kis IdeaPad Lenovo 510. Látjátok, most is ott meg van nyitva épp a kis gépecske, látjátok? Ezzel a kis kamerával tök jó felvételt csinálom úgy, de majd látni fogjátok a vlogokban. Úgyhogy ő rá van rákötve a monitor, rákötöttem a jó kis Aula villanyvizetet, az Aula egeret. Az Aver Media hangfelszett is rá van kötve, látjátok, ez a 2.1, és egy nagyon jó kis Sony fejhallgató felel a hangzásén, úgyhogy nagyon összeállt a kis setup. És mivel nincsen mikrofon, a telefon szoktam ide tenni, és a hangrögzítő funkciójával viszont tök jó minőségűt lehet csinálni. Úgyhogy látjátok, azért szépen csinálja ezt a Full HD-t, nagyon szépen, és nézzétek meg, csak a háttérképen lehet nagyon jól látni, hogy ezeket itt bezárjuk, milyen részletgazdag. Tehát nagyon szép és nagyon király, úgyhogy viszont ahogy elnézem, mennyi az idő? 2:50, úgyhogy gyerünk gyerekek, menjünk dolgozni, de viszont most jöttek velem, úgyhogy gyertek! De jó, meg lesz! Na, meg vagyunk. Hol a frontból? Itt mögötted! Hál' Istennek! Na! Vég a day-nek! De sok egy! De sok egy van! Eltűnt a fény! A világon! Na, éjfél múlt gyerekek! Végeztünk! Hú, de jól néz az ott ki mögöttem! Még többől szerintem nullát láttok! És még annál is kevesebben, úgyhogy gyerünk a buszhoz, aztán hajrá! Na, egy cirka olyan 2 óra utazás után meg is érkeztünk a fő hadiszállásra. Ja, nem volt ez egy 2 óra, egy 1,5 óra. Várjátok, mert nincsen szabad kezem. Na, találtam. Úgyhogy most kezdődhet egy pár pillanatos, egy 10-15 perces kis videóvágás, hogy legyen mit holnap néznetek. Mi a legjobb abban, hogyha az ember a Burger King-ben dolgozik? Rájöttem, hogy a Burger King-ből származó fizetést elköltheti meg kis kajára. Bizony! Meg kis kaja. Nos gyerekek, második nap. Kicsit kiruccanunk, mert most pihinapok vannak. Azért vannak videók, kicsit kiruccanunk, megnézzük a dolgokat, mert elmegyünk egy kicsit körbejárkálni a városba, úgyhogy gyertek majd velünk, addig először megrekerizünk, és utána induljunk ki. Kicsit később közel következett be ez a induljunk el. Tehát
nincs már semmi az úton. Úgyhogy induljunk el a városba, és lehet, hogy az éjszakát mód fogjuk tölteni. Nos, ti ebből sokat nem láthattatok. Most voltunk egy ilyen... hívhatom csontkovácsnak? Vagy hogy hívta ő magát nevén? Csontkovács, de valami szakszó is volt rá, mindegy. Ti ebből sokat nem láthattatok, viszont elképesztő amúgy, amiket így tapasztaltunk most. Tehát egy ilyen lábmasszírozásom nem én voltam, de személyes főtanúja voltam egy ilyen lábmasszírozásnak. És elképesztő, hogy az emberi lábból miket meg lehet mondani. Tehát gond nélkül megmondta, hogy ha az illetőnek gerincferdülése van, bármit megmond, vesebeteg, bármit megmond az embernek a talpából. Tehát ez egy elképesztően szép szakma, és elképesztő, hogy minden második szavam az, hogy elképesztő. Nem az, hanem hogy sokat nem láttok belőlem most, vagy picit azért, de hogy... olyan csontokat tud megropogtatni, amiknek idáig a létezéséről se tudtunk. És milyen szép amúgy, hogyha valaki ennyire ismeri a emberi testet, akkor mennyi mindent meg tud abból mondani amúgy. Tehát le a kalappal az ilyen ember előtt. Régen láthattátok már, nagyon régen, de itt van velünk valaki. Nem te, Sanyi? Ott Szabi. A másik Sanyi. Szabi. Sanyi. Mióta vagyok én, Sanyi? Szabi. Bizony, elraboltuk. Ide raboltuk a Burger Kingbe. Mindenkit ide hozunk dolgozni, ugye, Sanyi? Jó itt dolgozni? Kérlek, mesélj egy kicsit nekünk róla, hogy mennyire jó itt dolgozni. Kasszázni vagy dolgozni? Van kaja. Amikor 5 percet kell várni arra, hogy elinduljon a tetves villamos, mert rohanunk azért, hogy úristen el ne menjen a villamos, aztán arra kell várni, hogy elmenjen, és végül nem megy el. Úgyhogy ez volt az a videó, ami úgy sikerült, hogy nem sikerült. Na mindegy. Itt vagyunk amúgy a Batthyány téren, jött még egy villamos. Itt vagyunk a Batthyány téren, most bezegjön. Na mindegy, itt vagyunk a Batthyány téren, ezt még 8-szor el fogom mondani, hogy tudjátok, hogy amúgy, hogy a Batthyány téren vagyunk. Batthyány és... térre felejtjétek. Igen, itt vagyunk. És ha visszaemlékeztek a Deadpool című filmre, pontosan ugyanígy néz ki az épület, ahol a koronahajú csaj tombol magában. Pontosan ugyanígy néz ki az épület. Amúgy, tök csak ez. Hát ilyet se lát az ember minden nap, ugye? Ugyi? Tökéletesen. Mosolyog. Kedves nézők, hogy érzitek magatokat? Ez ma egyelőre egy ilyen össze-vissza, annyira gyűlöm, amikor a kamera mögött állnak. Ez ma egyelőre egy ilyen össze-vissza videó, tehát semmi tartalma, semmi lényege nem volt, mindenhol voltunk, de semmit nem csináltunk. De adj egy pacsit. Adj egy pacsit. Buli, mi? Adj egy pacsit, és tilos a smoking, úgyhogy csak is halásznadrágban szabad ide jönni. Igen. Na, vettünk. Kimondhatom hangosan? Sört. Úgyhogy gyertek, induljunk meg. És Szabi be van tárazva, nagyon erőteljesen. Várjál. Batthyány térnek az a szépsége, amúgy én azért szeretem nagyon, mert elképesztő jó hangulata. Tehát itt télen vagy nyáron vagy, mindig jó. És attól kezdve pont most mondtam, hogy 11 óra van, és itt egy nagy futár van, és még az egész kiírója a napagi járatokkal van tele. És emberek meg nézzétek meg, hogy milyen szépségeket lehet itt találni. Tehát elképesztő, hogy mik vannak itt még este 11 után is. Ma bubizunk egyet? Nem. Kinek van ennyi pénze? Nekem. Neked van? Örülök. És ma bubizunk? Nem ma bubizunk. Turistáset játszunk.
turistásat fogunk játszani. Úristen, de rossz fiú vagyok. A villamos jelen sétálok át. Keresztbe. Na gyertek, menjünk át, gyerekek. Jóó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 
Nos hát, egész arra tervezgettük, hogy nem úgy így elkezdünk erre járkálni, mert hogy már lehetőségünk volt rá. Valamiért nem tettük, amíg jó idő volt, úgyhogy most, hogy jött a hideg időjárás. Ilyenkor elkezdtünk járkálni, de jobbra-balra. De Budapestben egy jó dolog van amúgy a világon, hogy ez még hidegben is amúgy geci jól néz ki. Már bocsánat a kifejezésért, de... De még hidegben is. Nézzétek meg! Szintén nem láttok belőle olyan hűdösöket. Véget ért a nap, megérkeztünk. Van még egy kis videóvágás fog rám várni. Utána viszont pihi. Elképesztő, hogy a városban mennyire nem lehet videózni itt az emberektől. De erről majd inkább holnap fogok nekik egy kicsit beszélni. A holnapi napnak már meg is van lényegében a címe. A történet mindenről. Ez egy ilyen karikatúrás cím lesz. Olyan helyeket fogunk bejárni, szép helyeket, amik ahonnan mesélni fogok nektek dolgokat. Mert sok történetem van. Úgyhogy a holnapi adás az szerintem eléggé tartalmas lesz. Úgyhogy gyerekek, fölmegyünk egy kis videóvágás, aztán pihi. Úgyhogy ha nem... Összeállítottam a kis hordozható setupot. Elhoztam az érzekre, mert jó kis fejhallgató és ott a merev nevezés. Úgyhogy ne kell a kis videóvágásnak, aztán jó éjszakát. Eljöttünk egészen Angyalföldig, mert itt volt dolgunk. Találtunk egy ilyet, hogy City Gyros, és nagyon guszta, amit csinálnak a gyerekek. Úgyhogy kóstoljuk is meg. 1100 forint volt a tál. 1100 forint volt a tál, viszont úgy megpakolják, hogy ez tényleg ilyen nagyon durva. Ezt nézzétek a gyerekek. Fú, ebben nem csinálják ki az anyagot, ezt nézzétek. Úgyhogy jó italját nekünk. A nap hátra lévő részében keresni fogjuk az ilyen kulináris élményeket, meg a szép helyszíneket még, úgyhogy előbb megyünk, aztán majd beszélünk később. Most, hogy megvagyunk a kajálással, menjünk el a magyarországi nagyalmába, a magyarországi budapesti Manhattanbe, és nézzük meg a budai várat. És ott fönt egy kicsit el leszünk. Én nagyon sokat jártam régen a budai várba, mert ott dolgoztam. És arról a helyről tényleg el lehet mondani, hogy télen-nyáron van különlegesség benne, és hogy télen-nyáron megvan a szépsége, úgyhogy most meg fogjuk nézni, hogy így kora ősszel, hát már inkább benne javában az ősszel, milyen ott fönt a várban. Úgyhogy induljunk el, és mondjuk innen nem tudom, hogy fogunk odavergődni, mert hogy utazni kell, nem baj, fölmegyünk, és megnézzük, hogy milyen szépségei vannak ősszel a várnak.